Vas Albert, Valaki tévedett, Elbeszélések 1945-1950. Srendre kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazarfényben a mennyei palota közepén egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikai Gyuri, esetválló hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, és felsírt a magyar mennyből az angyal. De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyöngyel sírták tele a padlót. Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s a rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felagassa rá a maga ajándékát földi magyaroknak. Arany tekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét, s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta a fára. Úgy megtelt rendre minden ág, magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetből valók sorra kerülhettek volna, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől. Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ. Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüggött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s még a sok nép vonulni kezdett újra kifele a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi magyar homba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, a gyertyák is kezdtek égni csonkig, mikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban oda nézett, s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijetten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kicsi angyalt. Hát te, minek bújtál oda? Kérdezte tőle mosolyogva. Resteltem magam, vallotta be a szeplős. Elfelejtettem volna azt a csengőt, lássa. Hát te voltál az, nevetett az Úr, ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak. Mi a neved? Honnan jött és mikor? Katika a nevem, és Budapestről jöttem, felelte a vézna szeplős kicsi angyal. November 4-én, uram. Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. Isten hozott, Katika, mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre, a tieidnek? Küldtem, uram, felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. Aztán mit küldtél?
kíváncsiskodott az Úr Jézus. Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvéreidnek? A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. Nem imádságot küldtem, vallotta beszégyenkezve. Az Úr Jézus igen elcsodálkozott. Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen? Kenyeret, felelte szepegve Katika. Szép, fehér, égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt, hiszen én kapok még máskor is, tette hozzá bizalmasan. S ha nem, hát az se baj, de odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már. Mély döbben csend. Szentek, angyalok, pisszeni sem mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt és homlokon csókolta a kislányt. Jól tetted, Katika, mondta halkan, s lopva kitörölt egy tolakodó könycseppet a szeméből. Sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lenyártam a földön. Kenyeret. Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjából, odafutott az öreg asszonyhoz, s két vézna karjával átölelte. Ne sír, nagymama, kiáltotta hangos, csengő angyalka hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot. Apujék, nem éheznek többet odalent. A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig. Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától bizony akár hiszik, akár nem, kisütött a nap Magyarország fölött. A lópataki kísértet. Kísértetek mindig voltak, általában olyankor jelentkeznek, amikor az emberek vétkeztek a tradíció törvényei ellen. Elpuhult, tunya utódok álmát, páncélos ősök döngő léptei riogatják éjszakánként Ódon kastélyokban. A léhákat és dorbézolókat, szigorú erkölcsült nagyasszonyok fekete szellem alakja intette mértéktartásra, s gőgös parancsolók födele alatt hajdani rabok csörgették véres láncaikat emlékezetül. De ez a történet, amit ma akarok elmondani, egészen másféle kísértetről szól. Lópatakán még néhány évvel ezelőtt nem is jártak kísértetek. A népek által kastélynak nevezett udvarház, fönt a falu fölötti dombon, maga volt a fehérre messzelt józanság. Tágos, napfényes szobáiban, házias rend és derűs mértékletesség uralkodott, melyen gondos házi asszonyok keze és szigorú gazdák szeme érzett nemzedékeken keresztül. A dobókaiak földdel bajlódó komoly gazda emberek voltak mindig, akik a maguk 200 holnyi birtokát a földhöz nőtt ember szeretetével művelték. Amerikában még a legigénytelenebb farmernek is szűk lett volna néhány esztendő után ennyi föld, de a dobókaiak nem Amerikában éltek, hanem Erdélyben, s így 300 esztendőn keresztül elég volt nekik a lankabeli agyagos szántó, a lapái rét és a borzas cserefa erdő fönt a hangáson. Nemzedékeken keresztül szerették, becsülték és gondozták a sovány, ész, szűkmarkú földet, mely övék volt, és építették, tágítgatták, tatarozgatták a dombra telepedett házat,
melynek tornácán búzakoszorú csüngött, ebédlőjében kakukkos óra mérte az időt, s pipázójában őz, agancsok és vaddisznó agyarok gyűltek, távozó apák és anyák, aranyrámás képei köré. Egy szorgalmas igyekvő, de a vagyonszerzésben is mértéket tartani tudó, a szelíd gazdabölcsességet apáról fiúra örökítő család élete töltötte meg a házat, napfénnyel, s olykor felhők árnyékával, ahogy az idő adta, de mindenkor a földhöz való hűség gondjával, s a közös völgyben élők iránti szeretettel. Mint minden hasonló erdélyi udvarban, a kapu éjjel-nappal tárva volt, s bárki betérhetett rajta a maga ügyes-bajos dolgával. Segíthetett, s jó szót mindig kapott. Vasárnaponként ott álltak a tornác alatt a segítséget várók, cselédek, falusiak, szomszédvölgyekből jövők, s az öreg dobókai hosszú száró pipáját szívva, sorra eltárgyalta velük lassú szóval, sok bólogatással a bajt, s ha orvos kellett, hát orvos volt. A prókátor kellett, hát prókátor volt. S ha gazdatanács kellett, csak pénzbeli segítség, hát ott volt köztük, mint a falu első gazdája. És senki a tornác alól dolga végezetlen nem távozott el vasárnaponként. Így volt ez nemzedékek során keresztül, ősi, erdélyi szokás szerint egészen 1944 őszéig. Amíg egy napon a világtörténelem messzi idegen országból meghúzott átló vonalai keresztül vágták lópatakán az ősi rendet. A háború rázódult a falura. Katonák rohanták meg a kastélyt, ablakait belőtték, ódon bútorait szétzúzták, rámentek az öreg dobókai néra, s mikor az őszhajú dobókai Péter a részeg népességgel szemben felesége védelmére kelt, egyszerűen lelőtték mind a kettőt, s holttestüket kihányták az ablakon. Mikor a katonák odébb álltak, Minyabá, az öreg udvarbíró, összeszedte gazdáinak testét a faltöviből, rendbe tette, fölravatalozta, eltemette s el is siratta őket szíve szerint. Közben Józsi cigány, a falu tyúktolvaja, megalakította néhány társával lópatakán a népi demokráciát, s kihirdette, hogy a kastély s minden, ami hozzátartozik, ezentúl az övék. Erigy a súlyba, Józsi, mondotta neki Minyabá. Hova járnál lopni, ha nem lenne többé udvar? A háború az háború, de a tulajdon az tulajdon, marad akkor is. Majd hazajön az úrfi, s övé lesz minden. De az úrfi nem jött haza. Előbb úgy hír lett, elesett a háborúban, aztán meg, hogy hadifogságba került. Végül akadt, aki biztosan tudta, hogy idegen országban bújdosik nyugaton. S az igazság Józsi mellé állott. A dési népbíróság Dobogai Pált távol létében halálra ítélte, és vagyonát elkobozta. A tárgyalásról, lópatakáról szállították be a hamis tanukat. A dobokai birtok a nép tulajdona lett, s Minyabát néhány hétre a pincébe zárták, naponta jól megverték, s aztán kirúgták, hogy menjen amerre szeme lát, s tisztelje ezentúl a fölszabadulást. A kastélyból s a csűrökből, istállókból rendre elhordtak mindent, ami elhordható volt, s maguk között már nagyban osztozkodtak a földek felett. Azonban a Désről kiküldött bizottság megállapította, hogy Józsi cigányt és egy néhány társát kivéve valamennyi földigénylő 10-20 holdas kulák
s így nincs jussa a vagyonosodáshoz. Így aztán kimérték Józsi cigánynak és társainak az ellenállási mozgalomban kifejtett érdemeikre való tekintettel 10-10 holdat, s a többit pedig kinevezték hivatalos közbirtoknak, vagy ahogy újabban mondták, kolhoznak. S belé ültették azt a Jánko Filimon nevű olténiai agronómot komisszári minőségben. Ez a Jánko Filimon egy borzas, fekete, olajozott képű fiatalember beköltözött a kastélyba, s onnan uralkodott a falu fölött. Berendelt a népet szántani, vetni, kapálni, kaszálni, mikor minek volt a sora. A különbség elég szembeszökő volt az öreg Dobókai s az új népi demokrata földesúr között. Jánko Filimon ugyanis gyomlálóvassal ellátott kampósbot helyett géppisztollyal járta a gazdaságot, s a munkáért napszámot nem fizetett. Ellenben minden tennivalót köteles munkaként sózott a falu nyakába, s aki nem jelent meg robotra a kitűzött napon, azt szabotás vagy reakciós tevékenység címén fél holtra verette a policájokkal. Féltek is az emberek Jánko Filimontól, jobban, mint az eleven ördögtől. Pedig nem lehetett rossz ember, mert igen szépen tudott beszélni a szegény, agyon sanyargatott népről, kinek a vérét gonosz és kegyetlen urak szipolyozták a múltban, mostantól kezdve azonban csupa jólét és boldogság lesz a sora, mivel hogy felszabadult. Az emberek megéjenezték ilyenkor, mert igen szépen étette azt a szót, hogy felszabadulás. Tiszta öröm volt hallgatni, és arra gondolni, hogy hát ha igaza lesz neki, és egyszer valóban bekövetkezik az az idő, amikor mindenki elmegy, aki nem tartozik oda, s nem jön helyette parancsolni senki. Így igazodott el tehát az új világ lópatakán. S nyáron már Jánko Filimon járta géppisztollyal a vállán az aratókat a Dobókai birtokon, ő ült a cséplőgép mellett, s indította az elcsépelt gabonát egyenesen be Dísre a központi raktárba. Néhány nehézfejű ember morogni kezdett ugyan, hogy vajon a munkások részét mikor osztják már ki, de azokról kiderült, hogy mindig is reakciósok voltak. Ellenségei a népnek, s így hamarosan elszállították őket az útból. A rend és a béke tehát helyreállt lópatakán megint, és gurult is volna az idő nyikorgó szekere ezen az új kerékvágáson tovább, Isten tudja meddig, ha váratlanul meg nem jelenik a kísértet. Józsi cigány felesége, Ráki, találkozott vele először. Karácsony hetében, keddi napon, késő este, ahogy a kopaszra tarolt kastélydombon rövidített keresztül, hogy hamarabb hazaérjen az új házba, mely ott virított a langa végében. Borús, fekete este volt. Hótalan, sáros december. Azelőtt az eső is esett, de este felé északi szél támadt, s a felhőket szárazra dermeszve hajtotta tova a néma dombok fölött. Csönd volt és sötétség. A kastély súlyosan és feketén gunnyasztott a domb tetején, mint egy irdatlan koporsó, mely halottakat őriz. Néhány árván ott felejtett akác fagyott gajjait babonásan zörgette a szél. Az asszony összehúzta állán a kendőt, és sietve lépett a kérgesedő gyepen, s akkor egyszerre meglátta a kísértetet. Ott állt az egyik akácfa mellett, csak állt mozdulatlanul.
ködös ember formájú, folt a borzongó sötétben. Szinte azt lehetett volna gondolni, hogy élő ember állott. De Ráki tudta, hogy aki ott áll, az már nem él, tudta, érezte. Hideg borzongás futott végig a testén, s a szeme elnyílt a rémülettől. Sikoltani szeretett volna, de csak az imádság szavai morzsolódtak a száján, s a keze magától rettent, s vetette a keresztet. Aztán futni kezdett. Hallotta zörögni a háta mögött a kísértet, csontkezeit, s hallotta a hangot, amelyik olyan volt, mint egy sóhajtás. S mégis keresztül nyillalott minden csontján. Ej, Ráki, Ráki! S olyan volt éppen, mint Isten bizony, mint amikor szegény jó nemzetes úristen nyugosztaja ott állott a tornácon, pipával a szájában, s ő maga meg az ura dolgában jött könyörögni a tornác alá. Akkor mondotta ilyen sóhajtosan, szegény jó nemzetes úr, Isten nyugosztaja, hogy ej, Ráki, Ráki, bitang nagy tolvaj az a te urad, hogy nem is féli az Istent. Reszketve érkezett haza Ráki cigányi azon az estén. Kiverte a veríték, s a nyelve is alig mozgott. Ágyba esett nyomban. De még a dunyha alatt sem lelte helyét a szép új házban, hol a híjúban hallott valamit motozni, hol az ablak alatt. S reggelre döglötten hevert az ólban a hízó, amit karácsonyra vágni kellett volna. Estére beteg lett a tehén, s két nap alatt elpusztult az is. Így jelentkezett elsőre a kísértet lópatakán. Másodiknak Mojszag Ligor látta, aki annak idején önként jelentkezett tanúnak az úrfi ellen, s a népbíróság előtt esküvel vallotta, hogy szeme láttára gyilkolt meg az úrfi három messziről jött zsidót, s a magyar csendőrökkel együtt bicskával fejtette le a bőrt a kommunistákról. Gligor hazament, lefeküdt, s egy óra múlva már kiverte a forróság. Másnap orvosért szaladt a felesége, s harmadnapon meghalt. Egy nap s két éjszaka, mint csak a kísértetről hadart, akit a kastély mellett látott áthaladni, s aki azt kiáltotta utána a halottak hangján, Isten nevére hazudtál, Gligor, elviszen az ördög! Aztán látták még többen. Egyikre röviddel azután rádölt a fa az erdőn, s nyomorékká tette. Másiknak a gyermeke esett le a híjúból, és dadogossá kukkult. A harmadik nap lépfenében hullott el az ökre. Mindegyikkel történt valami. Az embereket félelem fogta el, s napnyugta után messzire elkerülték a kastélyt, de még a földeket is, melyek valamikor hozzájuk tartoztak. Janko Filimon, az agronom, nem győzte nevetni és szidni őket. Csak látnám én egyszer azt a kísértetet, beleeresztenék egy sorozatot a géppisztolyból, tudom. De az emberek csak vetették a keresztet, ha a kísértetről volt szó, s azt mondták, a holtak nem tudnak nyugodni, és büntetik a falut. S nekik lett igazuk. A volt urassági földeken kifagytak a vetések. Sehol másutt, csak ott. A török búzát mindegy szálig kirágta valami féreg. Az árpa és a zab megüszkösödött. A szőlő bogyója éretlenül aszott le a gerezdről. Sehol másutt, csak ott. A lópataki kolhoz nem adott termést azon a nyáron. A központban szabotásról kezdtek beszélni, és bizottságot küldtek ki az agronóm nyakára. A bizottság először az embereket hallgatta ki. Mi az oka, hogy nem volt termés? Kísértet, felelték az emberek, és keresztet vetettek. Butaság, reakciós beszéd, dühöngött a bizottság.
Agronóm úr, feleljen, mi az oka? A kísértet, mondta az agronóm is, és sápat volt, mint a fal. Én is láttam múlt éjjel a kastélyban, nem mese? A bizottsági urak ököllel verték mérgükben az asztalt, és szigorú jelentést írtak a lópataki állapotokról. Másnap reggel pedig ott találták az agronómot átlőtt fejjel a kastélytornácán. Rálőtt a kísértetre, suttogták az emberek, s a golyó őt magát találta. Elhatározták, hogy lebontják a kastélyt, mert abban lakik a kísértet. Ne legyen hol lakjék. Kívánságukat jóvá hagyta a pártközpont is. Ne legyen hát többé kastély lópatakán, mely emlékeztesse a népet arra, ami volt. Következő tavaszon hozzáfogtak a dombon álló magányos épület lebontásához. Siettek vele, mint a gyilkosok, akik ölt embert temetnek. De aki ott munkába állt, csak két deci pálinkával a fejébe merte kézbe venni a szerszámot, olyan kísérteties szörnyek kongtak az ütésektől, azok a vastag falak. Két hónap alatt lehorták az egészet, de még így is jutott idő arra, hogy az egyik legény lezuhanjon a fedélzetről, s a lábát törje, s a másik nyomorékká tegye a beomló falrésszel. Mikor aztán ezen is túl voltak, megkönnyebbülten sóhajtott föl a falu. Nem lesz többé kísértet, mondták, nincs többé kastély. Pedig a kastély ott volt, azután is. Egy Sánta Lupuj látta meg elsőnek. Ez a Sánta Lupuj volt az, aki leghangosabban követelte a kastély lebontását. Annyira félt a kísértettől. Minden oka megvolt rá. Ő vezette rá ugyanis annak idején a katonákat a boros pincére, s okozta, hogy azok berúgtak, s részegségükben végeztek az urral s a nagyasszonnyal. Alig három hete, hogy az alapzat utolsó köveit is kiásták, s eltakarították a dombról, s éppen vágni kezdték az árpákat, amikor egy este, úgy napnyugta után, Sánta Lupuj a kastélydombon keresztül biceget hazafele, kaszával a vállán, s egy szusszanásra megállt a domb tetején. Elégedetten nézett körül, s a szeme hosszasan megpihent azon az idétlen, törmelékkel borított szennyes gödrön, melynek a helyén valaha a kastély állt. És egyszerre csak úgy érezte, hogy a szívverése is eláll. A kastély ott volt. Ott előtte, ahol a szemetes gödör tátongott. Ott volt, és mégsem volt ott. Látta a maga két szemével, és mégiscsak levegő volt az egész. Átlátszó, mint az üveg, és könnyű, mint a lebegő pára. Ott állt előtte a kastély, láthatatlanul is láthatóan, test nélkül, rettenetesen, mint a kísértetek. Egy pillanatra tisztán látta a mohos zsindejtetőt, a szélesre tárt ablakokat, a színes függönyöket, a tornácot és a virágot előtte. Egy pillanatra hallotta tisztán a nagyasszony zsörtölődő hangját a konyha felől, s látta, igen, tisztán és elevenen látta, amint az öreg nemzetes úr kilépett a tornácra, megszívta a pipáját és bólogatva kérdezte. Há, mi a Lupuj? Mi kéne, ha volna? S a Sánta Lupuj nagyot ordított ott a magányos dombtetőn, eldobta a kaszát, s jaj veszékelve rohant a faluba. Váj, 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 váj a fejemnek, váj! Vájgatására összefutott a fél falus, iszonyodva hallgatta, hogy miket kiabál a megrettent ember. Csomókba gyűlt a nép, s babonásra merett szemekkel nézett föl a szürkület párái mögött, láthatatlanul és rettenetesen. Néhány napra rá, szekérre vetve,
s kötözve vitték ki az ordítozó lupuit a faluból, s azt mondták rá, hogy megőrült. De az emberek tudták, hogy Lupuinak nem az esze ment el. Ő igazán látta a kastélyt, amit elhordtak onnan. Amit hiába hordtak el onnan, mert ott van. Láthatatlanul is, és szörnyűségesen, és valahányszor lopva fölnéztek a csúfvátarolt dombra, érezték, hogy onnan fentről valami láthatatlan visszanéz reájuk, sötét nézéssel, mint ahogy a holtak szemgödrei néznek a gyilkosokra. És akkor már tudták mind. Hiába bontották le a kastélyt, a kísértet ott maradt. Nem csak ott maradt, megnőtt, félelmetesebb lett, rettenetesebb. Mert láthatatlan volt, s nem lehetett tenni semmit ellene. A falura ráborult a láthatatlan kísértet árnyéka. Az emberek mogorvák lettek, ittak. Nóta szó nem hallatszott, sem a házakban, sem a mezőkön. Csak a dühös kiabálás olykor a korcsma felől, amikor valakibe beleszaladt a bicska. Dögleni kezdett a majorság, aztán a disznók. Új rendeletek jöttek, adók, beszolgáltatások. A csendőrök hetente elvittek valakit. Az emberek magukba keseredtek. Elhanyagolták a munkát. Elmaradtak a szántással. Aztán tovább szeptember elején tűzütött ki Bánó András szérűjén. Nem lehetett tudni, hogyan keletkezett. Spernyébe borított valami 300 házat. Köztük volt a Józsi cigányi is, és mindenkié, aki valamit is elhordott a kastélyból. Ebből szerzett, ebből vészel, mondogatták az öregek, s bólogattak. Az emberek nem bírták tovább, és összegyűltek a papnál. A pap megimádkoztatta őket, fejükre olvasta a Bibliát is, de a kísértet ellen nem tudott semmit kitalálni. Józsi cigánynak jutott az eszébe. Gyerünk el Minyavához! Csak ő kell, mert tudhat itt valamit tenni, mert ő az úr embere volt. Minyabá kint lakott az erdő szélen, távol a falutól. Öreg volt már, és hajlott, s barázdás arcú, mint a vénemberek, akik sokat vesződtek, és sokat tusakodtak. Mikor meglátta a nagy sereg embert fölfelé jönni a legelőn, kiült az eresz alá, s ott várta be őket. Feketén tömöttek be az emberek a szűk, kicsi udvarra. Minyabá végighallgatta a beszédjüket, bólogatott is hozzá, aztán gondolkodott egy keveset, majd azt mondta. Meg kell békülni a kísértette. Más segítség nincsen. De hogyan? Ami vétség történt, jóvá kell tenni. De hogyan? Azzal szemben, aki meghót. Azzal szemben, aki él. Az úrfi. Kapták föl az emberek a fejüket, azán az úrfi megvagyon még külországban valahol. Írjunk neki egy levelet, emberek. Jött elő az ötlettel Gál Zsiga. Írjuk meg abban, hogy jöjjön bátron haza, mert münk felelünk érte. S mindent, amit elhordtunk az udvartól, becsülettel visszahordunk megint, visszaadunk földet, állatot az utolsó baltáig, mindent, s még házat is emelünk neki, újat, közös munkával. Ez hát. Ragyogtak föl az arcok. Ezt kell tenni, semmi egyebet. Nosza a levelet, meg kell írni sebesen. Felszabadultan, boldog örömmel, ömlöttek belőlük a megoldott szavak. Már kacogtak is, mint akik újra meglelték az utat az élethez. Minyabá megvárta, amíg lecsöndesültek kissé, s akkor halkan, közéjük dörmögött az eresz patkájáról. Megálljunk, emberek, azzal a levéllel, mert először is nem tudhassuk az úrfinak a címit. De ha tudnánk is, az a levél úgysem jutna el hozzá, de tük a börtönben, annál inkább.
meg aztán oda írhatnátok-e jó lélekkel, hogy feleltek érette, ha hazatér. Még magatokért semmi, ameddig ezek itt, na jó, nem mondom még én semmit, de aki akarja, érti. Összenéztek az emberek. A felszabadultan mosolygó arcok elsötétlettek. Bizony, igaza van az öregnek. A fejek lekúkadtak. Hanem ha békességet akartok, igaz lelketekkel a falu s a külsértet között, ám azt megcsinálhassuk másképpen is. A szemek várakozóan fordultak az öreg ember felé. Azt hogyan? Azt úgy, hogy elsősorban is csináljatok egy nagy faköröztöt, azt ültessétek föl a domb tetejébe, oda éppen, ahol a kastély állott volt. Azt írja meg mindenki igaz lelke szerint a maga békességéktől levelét külön-külön, úgy, ahogy a szíves becsülete kívánja. S majd mihány napkor, egy szaka, összegyűlünk mind a körösznél, s tüzet teszünk nagyot, a halottak emlékezetére, ahogyan az valamikor szokásban volt. S akkor ott mindenki odaadja a maga levelét a tűznek, s szent esküvel megfogadja, hogy amit abban megígért, az be is tartja, mihelyest változik a világ, s az úrfi hazatér. Így nektek sem gyűlik meg a bajotok a levelek miatt, mert azok csak a holtak kezébe kerül, más senkiébe. S a külsértet is megnyugszik, abban hihettek. Ez jó lesz. Szépültek ki az emberek. De miképpen tud majd róla az úrfi? A jó szándékot tük ne féltsétek. Annak szárnya vagyon, akár a madárnak. Na meg aztán a külsértetnek is hagyni kell valami dolgot, s ezt örömestebb is végzi majd, tudom. Hát, így is történt. Mihály napkor állottak kemény, cserefa kereszt fönt a domb tetejében, a kastély helyén, s amikor kigyúltak a csillagok, szállingózni kezdtek az emberek fölfele. Minyabá már ott várta őket a keresztöviben, mint a gazda, aki vendégeket hívott. Nagy rakás rőzsét is összehordott, föl is tornyozta, csak láng kellett már alája, egyéb semmi. Némán, tempósan gyűltek az emberek, ünnepesre öltözötten, mint akik templomozni jöttek. Csak férfiak mind. Családok fejei, ahogy illik, amikor főben járó dologról van szó. Amikor együtt voltak mind, minyabá tüzet csiholt a mágia fészke alá, s a láng belekapott a száraz szénába, sercegve pattogtatta a vékony rőzsét, s magosra szökött, mintha a csillagokat akarta volna elérni. No, kezdhetitek, mondotta minyabá, s visszazökkent a kereszt alá. Az emberek lehajtott fejjel állták körül a tüzet, s borzongva érezték, hogy a sötétség mögül valaki láthatatlanul figyeli őket. Csönd volt. Csak a tűz percegett, s a csillagok remegtek halkan fönt a firmamenten. Aztán előlépett az első ember. Ujjas a zsebeiből zörgő papírost vett elő, a levelet. Néhány pillanatig a tűz fölé tartotta, s a tűz megvilágította a nehézkes, darabos írást. Az ember keze remegett. Aztán ujjai szétnyíltak, s elengedték a papírost. A levél a lángok közé hult. Fehér fény fogta körül, s látható volt a fényben egy pillanatig az írás betűje, feketén, tisztán, mintha egy láthatatlan kéz bevéste volna őt a tűzbe. Egy szót tisztán ki lehetett olvasni belőle, s ez a szó az Isten neve volt. S az ember mondta, halkan, rekedten, akadozó nyelvvel, egyenesen a tűznek,
Fogadom, hogy amit leírtam, be is tartom azt, Isten engem úgy segíjen. Aztán sorra léptek az emberek a tűzhöz, és sorra ejtették a leveleiket a lángok közé, és sorra mondták. Fogadom, hogy amit itt leírtam, be is tartom azt, Isten engem úgy segíjen. És senki sem tudta, hogy mi minden volt ráírva azokra a papírosokra, és mégis mindenki, aki ott volt, tudta azt. S a tűz lángá olvasztotta a leírt szavakat, s a füstjüket fölküldte a magasságos csillagokhoz, hogy megőrizzék, ameddig világ a világ. Minyabá pedig ült a fölmeredő cserefa keresztöviben, számolta a leveleket, s gyümölcs oltó bicskájával mindegyik után tett a botjára egy rovást. Aztán elfogytak a levelek, s már csak egy sereg ember állt a tűz körül, némán, levetett kalappal, összefogott kézzel, ahogy templomban szokás. A tűz roskadni kezdett. Harmad szitált az égből. Minyabá megszámlálta botján a rovást, s fölállt a kereszt mellől. Jól van, mondott a tük, a magatokét megtettétek immár, többi az Isten dolga. S a fogadást, amit tettetek, számon tartja a tűz, meg a csillagok, meg a kereszt, s tük emlékezni fogtok, valahányszor látjátok ezt a hármat. Most pedig legyen békesség holtak és élők között. És valóban egyszerre nagy-nagy békesség ereszkedett alá valahonnan, s béborította lópatakát, és lópataka körül az egész világot. Legalábbis az emberek, akik szódlanul lefelé ballagtak a dombról, úgy érezték ezt. Könnyen lépett a lábuk, és fejüket föltartva hordták, és nem kellett félve hátra nézzenek a kopár kastélydombra. Nem volt az többé sem kopár, sem félelmetes, sem iszonyatos. Csak egy szelíd hajlású öreg-öreg domb volt, tetején egy keresztel, s a kereszt alatt egy maréknyi, pislákoló parázssal. Jóságos öreg domb, mely tanúként vigyázza e naptól fogvást a titkot, hogy lópatakán tiszta lelkű derék és igaz emberek élnek. Így lett vége lópatakán a kísértett járásnak. Csíkszent Tamás követet küld. Fekete volt az éjszaka a falu fölött. Kutya sem mert ugatni. Csak a szél búgott a kéményekben, s kavarta a keserű füstöt, mint sátán a gondot az emberek lelkében. Árva Mózeseknél, és csak kendő alatt égett a lámpa, hogy ne bosszantsa fényével az éjszakát, s ne hirdessen reakciót a megkergült világban. Az ember kilesett az ajtón, figyelte néhány percig szűkre húzott szemmel a vaksötétet, de csak az eső perceget halkan a zsindejtetőn, más nesz nem hallatszott sehol. Néma volt a falus komor, mint a temetők éjjel. Áron, te! A fiú felszökött a kemence mellől. Tömzsi, jókötésű 12 éves forma legényke volt. Itt vagyok, édesapám. Ujjast, főrevalót védj. Megyünk a havasba. Az asszony ott a lámpa mellett leeresztette ölébe a hímzést. Szeme ilyetten rebbent, mint a kicsi madarak, akik tudják a vihart. Megtudott valamit? Kérdezte elsápadó szájjal. Muszkák gyűnnek újra, vagy románok? Munkába viszik a népet? Nem, felelte az ember mogorván. Ma egyéb dolgunk van odafönt. Tatárkőnél gyűl egybe a falu. S a gyerek? Aggódott az asszony.
Dolga lesz neki is? Felelte az ember, s nem nézett az asszony szemébe. Leemelte a kalapját a szekrényről, s a fejébe húzta. Édesapám, a kis baltát is vigyem? Az nem árt soha, felelte az ember az ajtóból, s ügyekezz. Búcsúzz el anyádtól is, egyszer oda leszel kissé. Azzal már kés lépett a sötétbe, s csak a nyitott ajtó fekete része maradt mögötte, mint egy félelmes, idegen intés. Isten megáldja, édesanyám, mondta a gyerek, s már indult volna az apja után, amikor az asszony sovány karja kinyúlt utána, s átfogta a vállát, féltő, markoló szorítással. Idős kicsi fiam, suttogta sápadtan, s a szeme megtelt könnyel, aztán vigyázz magadra, hallod? Ne féltsen engem, adta vissza a fiú legényesen a szót. Hiszen postát kell vigyek újra valamerre, Mádé falvára talán, vagy Szentgyörgyre a papokhoz. Vigyázz magadra, jól vigyázz magadra, suttogta az asszony aztán, hogy az ajtó kilincsre kattant, s ő ott maradt egyedül a lekendőzött lámpa mellett, hangtalan nehéz sírással ráborult az asztalra, mint terhelt bús gyümölcsfák, ahogy kidőlnek a súly alatt. Kint az éjszakában, a tornác előtt, Árva Mózes megvárta a fiút. Együtt vagy-e? Úgy vélem. Mádé falvára lesz utam esment. Messzebb most az egyszer, dörmögte az apja, s elindult. Az eső hult, s ők mentek. Ejszen tarisznya is kellett volna, aggodalmaskodott kicsi Áron. Elrendezték azt már, felelte az apja titokzatosan, s aztán nem is szólott többet, csak mentek. Elől a nagy székely, hátul a kicsi. Kertek alatt kanyarogtak tova, csuszamlós ösvényeken, áradt vizeken hágtak által, aztán nekivették az irányt, egyenest a hegynek. Zúgott alattuk a völgyben a horgaspatak, csermelyek hordák alá csörögve a havasokból, a megolvadt hólevelet, s valahonnan az éjszakából zsönge tavaszi rügyek szagát hozta a szél. Mikor egy kopaszodó tetején szuszogni kezdett, Áronka nem bírta ki, hogy oda ne szóljon az apjának. Ejszen, tavaszra változik a világ. Megyem már oda fönn a hó. Árva Mózes hallgatva állt egy darabig, csak nehéz szuszogása hallatszott. Aztán annyit morgott a bajsza alatt. Másoknak is menniük kellene, nem csupán a hónak, hogy tavasz lehessen, székely ország fölött, vagy nagyot sóhajtott. Na, gyerünk! S neki feszültek újra az éjszakának, s a hegynek. Mire följutottak a tatárkőhöz, már égett a tűz a sziklatöviben. Vén harangozó Márton ült szemközt a tűzzel, reves falönkön és fehér haján, fehér bajszán megcsillant a lángok fénye. Körülötte széles nagykörben emberek ültek, vagy álltak szótlan sötét arcok, bajot látottak, kemények. Meggyűttünk, mondta nagyot szusszanva Árva Mózes, amikor odadobbant vén harangozó Márton elé, s lerázta kalapjáról a vizet. A vénember ránézett. Itt a gyerek is? Itt. Bökött Árva Mózes a háta mögé. Gyere elé, Áron! Lépj elő, fiam, bólintott vén harangozó Márton. Ott a fatönkön. Ide a tűzhöz, hogy lássanak az emberek. Áronka odalépett a tűzhöz. Levette ő is fejéről a kalapot, s lerázta róla a vizet, ahogy a nagyok tették, s orrát is megtörölte a ködmöne ujjával. Útra mégy, gyerek, mondott a vén harangozó Márton,
s Áronka bólintott. Tudom én azt. Azt is tudod hova? Helyszen Szentgyörgyre vagy Brassóbatán. Az emberek hallgattak, s a földet nézték, meg sokan a tüzet. Senki se szólt. Furcsa nagy csöndesség volt, hallani lehetett benne a patakokat alant a völgyodvában. Aztán vén harangozó Márton fölemelte a fejét, s a hangja ünnepélyes volt, akár templomban szólott volna. Ide figyelj, gyerek! Reád esett a falu választása esményt, mert hogy te vagy a legéletre valóbb gyermekeink között. S mert oda, ahová neked most menned kell, nem mehet el sem férfi ember, sem asszony. Mert elfognák útközben, börtönbe vetnék, tám még meg is gyilkolnák. Nehéz nagy feladatot bíz Reád a falu ezen a napon. Értesz engem, Áron? Értem hát. Felelt a fiú, s nyelt egyet. Hát akkor figyelj ide, árva Áron. A mai napon én, s mind akik itt vannak, Reád bízzák a falu szavát, hogy elvidd azt a szót, a fölséges Úristen segedelmével tova Amerikába, s átad azoknak, akiket illett. Értesz engem, Áron? A fiú nyelt egyet megint. Értem. Elmondják itt most neked sorra az emberek mindazt, amit levélbe beleírni nem lehet, mert a posta nem vinné el a levelet, s tömlöcbe kerülne érettünk az, aki a szavakat leírta. S te mindezt fejedbe vésed, Áron, s elmondod oda át messzi Amerikában azoknak, akiknek szól. Értesz engem? Értem. No, akkor kezdjük. ABC szerint. Antalos Esvány. A hallgatók sötét félkörből egy ember lépett a tűzhöz, s megállt a fiú előtt. Áronka fiam, segítsen az Isten, s mondd meg a bátyámnak, Antalos Károlynak, New York városában, hogy tiszteltetöm őn, az idős öcs, s tiszteltetik a rokonok is mint, meg a szomszédok, de bizony velünk nagy csúfság essék. Mert Márikánk, lám, elhulcolták a mócok, s azóta se kerül-e vissza. Házunkat földulták, jószágunkat elterelték. Bence fiamat bányamunkára parancsolták, s Isten tudja, hazaengedik-e élve. Meghurcolának engemet is a kommunisták, megbotozának, mert megtarték magamnak 20 vék a búzát a magaméból. Mondd meg, hogy hely Károly, bécsapottunk mi ám, ti véletek is, mert lám azt írtátok folytonosan onnan New Yorkból, hogy békesség következik, és szabadság a háború után, s hogy a nép fog uralkodni ezentúl. Hát mi bizony, békesség helyett dúlást kaptunk, szabadság helyett kegyetlen rabságot, s nem a nép uralkodik itten, édes egy bátyám, hanem maga az ördög. S mondd meg neki, Áron, hogy tegyen ám valamit érettünk ott, ha tud, mert mink úgy élünk itt, akár a farkasok. Télen-nyáron fönn a havasban, hogy el ne fogjanak, s idegenben ne hurcoljanak, s hogyha hamarosan valami nem lesz, hát mink bizony kiveszünk itt mindegy utolsó szállig. Ezt mondd meg, kicsi Áron, segítsen az Isten. Sorra léptek az emberek a tűzhöz, ahogy vén harangozó Márton a nevükön szólította őket, s mondták az üzenetet testvérnek, sógornak, rokonnak, ismerősnek. Nehéz beszéddel, akadozó szóval. A tűz lobogó fénye rőten villant a kemény barázdás arcokon, s a szemek sötét mélyéről visszatükröződött. S kicsi árva Áron állt szemközt az emberekkel, hallgatta a szavakat, s berótta őket valahova mélyen a lelkébe, ahonnan nem törölheti ki semmi és senki többé székelyek panaszait. Mikor aztán a nevek elfogytak, akkor vén harangozó Márton fölállt a rönkről, Áronkához lépett, s rátette a kezét a vállára.
Most pedig én üzenek, fiam. Én, Harangozó Márton, az öreg, aki immáron legidősebb vagyok Csíkszent Tamáson. S csak az Úristen udja, hogy meddig élek még. Nekem nincsen odaát Amerikában. Sem testvérem, sem rokonom, még csak ismerősöm sem. Mégis üzenek. Üzenek veled, Köcsi Áron, minden székelynek, akivel odaát találkozol. Hogy bajban vagyon a nép, bajban és pusztulásban. Csak úgy vagyon itt éppen, ahogy a Szentírás mondja. És nagy pusztulás lészen, és rettenetes sírás és fogaknak csikorgatása. És minden hajlékok leromboltatnak, és minden népek elhurcoltatnak kegyetlen rabságba, hogy életük végéig szolgálnak a gonoszokat és hatalmasokat. S eltöröltetik minden öröm, s minden békesség, és minden igazság a földnek színéről. Így vagyon ez éppen. Ezt mondjad meg nekik. S mondjad meg nékik azt, Csíkszent Tamás üzeni a falu, hogy mindez azért vagyon rajtunk, mert ők oda át Amerikában. Nem úgy cselekedtek, ahogy kellett volna. Hittek a gonosznak, s bécsapadták, s eladtak bennünket is földestül, lelkestül, asszonyustul, gyerekestül a gonosznak, kik íme vérünket vevék. Eladtak, s nem emeltek szót, mi érettünk, amikor kellett volna, hanem inkább restül, elhittek mindent, amit a gonoszok mondtak, hogy itt szabadság lészen ezentúl, s békesség. Hát mondd meg nekik, Áron, hogy miféle szabadság ez itt, amit Amerika rakott, és miféle békesség. S mondd meg, de mindegyiknek érted, azt üzeni innen a havasból vén Harangozó Márton, hogy verje meg őket az Isten, ha megfeledkeznek rólunk mostani bajunkban. Verje meg az Isten, de megverje őket, ha nem kiáltják oda naponta hétszer is a politika urainak, akikre a szavukat leadták, hogy a csíki hegyek között emberek élnek, akiknek nagy adóssággal tartozik Amerika. Tartozik a szabadsággal, amit megígért, a békességgel s az igazsággal, amit megígért. Tartozik a megkínzottak vérével, tartozik az élettel, amit odadobott rablók és haramiák prédájára. És úgy áldja meg őket az Isten, úgy adjon az Úristen békességet és életet egész nagy Amerikának, ahogy a mi békességünket s a mi életünket visszaadják nekünk. Értettél-e engem, Áron? Értettem. Akkor áldjon meg az Isten, és őrizzen meg téged. Itt le egy tarisznya, abban lesz élelmet egy hétre valót. Ehelyt egy ujjas, ennek a galériát, bonts föl, ha odaértél, s megleled benne vászonra írva mind a címeket, akiknek az üzenetek szólnak. S amott két csücsökbe én magam vartam bele két darab aranyot. Én magam formáltam laposra őket az oltári kehelyből, amit elrejtettem volt a muszkák elől. Utolsó kincse ez a falunak, gyerek. Utolsó, ami a templomból s a régi világból megmaradott. Okosan évele. S bizonyára átviszen érte valami hajós a vizen. A partjáig szépen elgyalogolhatsz. Megértetted, Áron? Megértettem. No, akkor eridj. S legyen veled az Isten. Búcsúzz el apáttól. Kicsi Áron megkereste szemével az apját. Ott állt a tűz mellett, s a lángokba bámult. Sovány arcán mélyek voltak a barázdák és feketék. Isten, Isten, édesapám! Isten, Isten,
morogta az ember a tűz mellett, s nem nézett a fiára. Aztán mi? Vigyázz magadra, csak ezt akartam mondani, de te ezt úgy is tudod. Tudom, édesapám. Hát akkor Isten áldjon. Isten megáldja. Vállára vette a tarisznyát, magára kanyarította az ujjast, megmarkolta a kicsi baltát, s indult. Néhány lépés után megállt. Azt merre van az az Amerika? Kérdezte Tétován. Merre? Hát udvarhely felé. Mordult föl Árva Mózes a tűznél, olyan hangon, mintha haragos lenne, pedig csak a zokogását folytotta el, ami rázta belül. Érted? Udvarhely felé. Értem hát. Nyelt egyet a gyerek, s már ment is. Kis Tétova lépteit egy-kettőre elnyelte az éjszaka és a csönd. Az emberek pedig ott álltak a tűz körül, lehajtott fejjel és hallgattak. És tudták mindegy szálig, hogy ez az utolsó reménység, a legeslegutolsó. Ezután már semmi sincs, csak a fekete sötétség, a fekete halál, a világ vége. És Árva Áron, kis székely gyerek útban van azóta is. Jön. Jöddögél. Valahol ott botorkál idegen országutakon. Kerítések tövében meghál, s tovább megyen. Mindig nyugat felé, s hely. Székelyek Amerikában, s szerte a nagyvilágban. Készüljetek föl, hogy tiszta szívvel, s tiszta lélekkel fogadhassátok őt, s életet üzenhessetek vissza vele Csíkszent Tamásra, föl a havasba, a tatárkő mellé, nem pedig halált. Sztrájkolnak az égen. Kevesen tudják ezt, de odafönn, a mennyeknek országában van egy nap, mely minden más napnál nevezetesebb, még a karácsonyénál is. Ezt a napot azoknak szentelte az egek ura, akik odalent a földön hősi halált haltak a szabadságért. Ennek a nevezetes napnak a hajnalán angyalok öltöztetik aranyos díszruhába a hősi halottakat. Majd országaik szerint fölvonulnak a mennyei főparancsnok, Gábriel arkangyal elé, aki katonásan számba veszi őket, s megadja az engedélyt, hogy díszmenetben fölvonulhassanak az Úr színe elé. Így volt ez már szokásban sok ezer esztendő óta, s a nevezetes nagyünnepség lefolyásában soha nem volt a legkisebb zavarkeltés sem, egészen az 1957-es esztendőig. De abban a dologban szokatlan történt. A díszmenet majdnem két órai késéssel érkezett az Úr színe elé, ahol az aranytrónus két oldalán fölsorakozva vártak már napkelte óta az arkangyalok, főangyalok, kisebbrendű angyalok, valamint az érdemes szentek, apró szentek és jámbor kegyesek. Ez az illetlen várakoztatás ugyancsak megbotránkoztatta őket, különösen a kegyeseket, akiknek már csak állóhely jutott. A mennyei szóbeszéd szerint ez történt. Fél órával napkelte után Gábriel arkangyal kilépett a parancsnokság kapuján, de a gyülekezési térségen már nem volt senki. Mindössze a szánt segédje állt ott lépcső alatt egy fiatal angyal kapitány. Mi a fene? Mordult föl Gábriel. Átaludtátok a hősök reggeliét? A szánt segéd zavarta hebegett. Nem értem, mi történt. Az aranyos díszruhákat rendes időben kiutaltam az angyaloknak. Mikor közvetlen napkelte előtt végigjöttem a szállások útján, már kezdtek is gyülekezni a csoportok. Azóta régen itt lehetnének. Nocsak,
Az elsők érkeznek már, bökött állával Gábriel a térség bejárata felé. Ha nem csal a szemem, a lapföldiek, ezek meg az izlandiak. Azok voltak. Két kis szótlan, maroknyi csoport. Némán foglalták el a nagy üres térségben helyüket, röviddel utánuk a kínaiak érkeztek meg tömött sorokban, majd az indiánok. Rendre a többi csoportok is beszállingóztak, zavart lassúsággal egyik a másik után. Érezni lehetett a levegőben, hogy valami valahol nincs rendben. Több mint egy órás késedelem után úgy tűnt, mintha az aranyruhás díszsereg végre együtt lett volna a térségben. Nem látszott több érkező csoport sehol. Gábriel végigjáratta rajtuk a szemét, s fejcsóválva morgott valamit a szárnysegédének. Javíts ki, ha tévednék, de valahol úgy rémlik nekem, mintha legalább a fele hiányozna. Máskor tömve szokott lenni a térség, súgta vissza a szárnysegéd aggodalmasan, most fele üres. A jelentésekből ki kell tűnjék. Kezd el a listát. Intett Gábriel, nem várhatunk tovább. A szárnysegéd angyal olvasni kezdte a mennyei papírosról betű rendszerint. Abesszínia. 18.672 lélek. Jelentette egy szakállas vénlegény az abeszin csoport élén. Hiányzik 6. Távol léte oka? Ráncolta össze a homlokát Gábriel. Igazolatlan, jelentette a szakállas. Albánia, olvasta a szánsegéd a papírosról. 2924 hiányzik, 4 igazolatlan. Amerikai Egyesült Államok. 26492 hiányzik, 63 igazolatlan. És így tovább. Még az indiánok sok ezer főnyi seregéből is hiányzott 2. Ülöbik a nagyfőnök, még a neveket is beolvasta. Steve Balog és Johnny Lázár. Magyarország, olvasta a szárnysegéd a listáról. Senki nem felelt. Magyarország! Ismételte meg hangosabban. Néma csönd volt. A szánsegéd Gábrielre nézett, Gábriel bosszúsan csóválta a fejét. Érthetetlen, morgott a bajsza meget. Ilyesmi, még nem történt soha. A szánsegéd továbbment a listán. Minden csoportból hiányzott néhány ember. A búrok csoportjából 300-nál is több, s legalább ugyanannyi az olaszok közül. Mikor a szánsegéd a vista légére ért, kiderült, hogy legalább 500 000 lélek hiányzott a parádéról. Gyalázat! Csikorgatta Gábriel a fogait. Ha rajtam múlna, kiköttetném az ünneprontókat egytől egyig. Sajnos az ilyesmit eltörölték már idefönn 10 000 000 évvel ezelőtt. Elég hiba volt. Már emelte is a kezét, hogy megadja a jelt a díszmenet indulására, amikor a térség bejáratánál mozgást támadt. Néma zárt sorokban hatalmas lélek áradat hullámzott előre, lassan, halottas csöndben. Többen voltak, mint a térségben lévők, valamennyien együttéve, s az aranyos öltözet helyett véres rongyokat viseltek. Hát ezek micsodák, mordult föl Gábriel megrökönyödve. Az ott elől szigetvári Zrínyi Miklós, a magyar csoport vezére, súgta a fiatal segédtiszt, akinek jobb szeme volt. Az a sovány mögötte, az Kovács Óbester az amerikai csoportból. Ott látom Gábriel Farkast, aki meg a franciákhoz tartozik. A rongyos lélekáradat némán hömpölygött be a térségre, egyenesen Gábriel elé háttérbe szorítva a dísz egyenruhásokat. Aztán Zrínyi Miklós előrelépett, és tisztelgő kezében villant a széles pengéjű kard.
Tisztelettel jelentek 668.217 magyar lelket. Dörgött a hangja végig a térségen, akár az ágyúszó. Gábriel, mennyei főparancsnok, összefonta mellén a karjait, szigorúan. Mi a keserűség ez? Csattant föl a hangja. Se díszruha, se pontosság, se előírt sorrend. Mi a keserűség ez? Sztrájk! Dörögte vissza Zrínyi úr keményen. Gábriel szája tátva maradt. Micsoda? Kérdezte. Sztrájk! Sztrájk! Mit tudom én, hogy mondják, mordult vissza bosszúsan a szigetvári hős, de akárhogyan is kell ejteni, sztrek vagy sztrájk, ez az mégpedig a javából. Gábriel megrázta a fejét, és segédtisztjére nézett. Te tudod, mit jelent ez a szó? Hírét se hallottam, vallotta be a kapitány angyal. Ilyen kifejezést a szabályzat ide fönt nem ismer. Magyarázd meg, mit jelent. Mordult Gábriel a magyarok parancsnokára. Öreg Zrínyi megvakarta ezüstös üstökét a föveg alatt. Hát, ami azt illeti, ismerte be, én se hallám még ezt a fránya szót idáig. Ezek az újonnan érkezett pöttönnyi legények hozták magukkal a földről. Hé, Palkó fiam! Kiáltott hátra a sorok közé. Ugor csak ide szaporán, és mondd el te magad, a főparancsnok úrnak, hogy miféle új dolog ez. Győzte! Hátulról az újonnan érkezett lelkek soraiból előlépett egy apró, szöszke kis legény, 15 esztendős, ha lehetett. Előre jött, s odapeckelte magát nagy bátran Gábriel elé. Arcába csüngő, borzas haja közül villogva néztek föl a szemei. A srácok úgy dumáltak, hogy sztrájkot csinálunk, hadarta, mert ez minden szabad polgárnak a joga, akár földön, akár égben, ha csak nem davajol a komcsik alatt. Gábriel megvakarta a fejét, lassan, jó lelkecske, lassan, mert úgy nem értjük meg egymást. Először is mi az, hogy sztrájk? Ez azt jelenti, felelte a fiú, hogy mi szervezetileg nem csinálunk valamit, amit megcsinálnunk kellene. Aha! Bólintott Gábriel, vagyis nem veszitek föl az aranyos öltözetet, s nem jelentkeztek pontos időben. Na most! Második kérdés. Miért cselekedtétek ezt? Azért, mert jogtiprás történt. Szegte meg a legényke a nyakát. Ettől már igazán kimerett az arkangyal szeme. Jogtiprás! Itt az égben! Nem itt, hanem a földön. De azt is innen kormányozzák, igaz-e? Okoskodott a fiú. Hát ez igaz, sóhajtott Gábriel. Nehéz kormányzás, nem tagadom. Az a maguk gondja, adta vissza Palkó a szót, amilyenk az, hogy igazság legyen. Például hol? Érdeklődött Gábriel. Például Magyarországon. És ott meg mi a baj az igazság körül? Még azt se tudja, szörnyűködött el a legényke. Hát nem látja ezeket itt? S kezével hátra mutatott a rongyosok néma seregére. Ezek itt mind magyarok, arkangyal úr, s mind a szabadságért haltak volt meg. S még sincsen szabadság Magyarországon. Hát igazság ez? Ha megszámlálja őket, észre kell vegye maga is, hogy több magyar adta életét a szabadságért, mint valamennyi más nemzetbéli együttéve. S mégis, lássa, másoknak van szabadságuk, nekünk meg nincs. Igazság ez? Lassan, fiú, lassan, intette meg Gábriel türelmesen. Először is, ezek között, a te rongyosait között mindenféle egyéb is van, nem csupán magyar. Egyet mutasson nekem, aki nem magyar, ágaskodott Palkó, egyetlen egyet. Ott van mindjárt, mögötted, bökött oda Gábriel a mutató ujjával Kovács óbester felé. Ez Amerika szabadságáért hót meg,
amaz meg Franciaországáért. Azok ott a spanyolok közé tartoznak, azok meg az olaszok közé. Szeme világa, fortyant föl a gyerek. Magyarok azok mindegy szálig. Igaz ez. Nézett Gábriel Kovács óbesterre. Az öreg hatfi bólintott. Sokan, még csak a nyelvüket sem tudtuk azoknak, akikért harcoltunk, ismerte be, akár csak jó magam. Na lássa! Hegykélkedett a gyerek. Gábriel megcsóválta a fejét, aztán sóhajtva alánézett Valkóra. S te, fiam, hogyan kerültél ide a férfiak közé? Kérdezte csöndesen. Legép puskáztak a Muszka Komcsik Budapest utcáján, felelte a fiú, majd büszkén tette hozzá. Két tankjukat azért mégis kifüstöltem. Fiatal vagy, jegyezte meg szomorúan a főangyal. Fiatal? Fortyan föl Palkó. Hát akkorra többiek, akik velem jöttek, micsodák? Még olyan is van köztük, aki 8 évet se élt. Én pedig már 16-ban jártam. Gábriel szomorú mosolyjal csóválta a fejét, aztán újra sóhajtott. Jól van, na, mondta végül. Hát te csináltad ezt a sztrákot, vagy micsodát? Most meg mi lesz? Az lesz, felelte keményen a gyerek, hogy mi addig se aranyos ruhát föl nem veszünk, se semmiféle ünnepségre el nem megyünk, ameddig azok a többi nációk, akiket mi segítettünk szabaddá lenni, cserébe szabadsághoz nem segítik a mi országunkat is odalent. Mert az semmiképpen sem igazság, lássa, hogy annyi sok magyar oda tudta adni az életét a mások szabadságáért, de mások még csak a kisujjukat is restek megmozdítani mi érettünk, amikor segítség kellene. De nagyon igazat mondottál most, fiam. Mordult föl mögött ez Rínyi Miklós a bajusza mögött. Védelmeztünk mink is. Büszke Bécs városát, utolsó emberig, odalent Szigetvárot. Ezt elfogadták tőlünk. De amikor nekünk kellett a segítség, ígéretnél többet, egyet sem kaptunk. Moraj futott végig a rongyos magyarok sorain. Mindenkinek volt valami hozzátenni valója. Gábriel fölemelte a kezét. Csönd lett egyszerre a térségen, mélységes csönd. Mind igaz lehet, amit mondtok, kezdte komoly hangon a főparancsnok. Utolsó szóig mind igaz lehet. Azonban valamiről mégis megfeledkeztek ti magyarok. Kovács óbester, amikor Amerika szabadságáért harcoltál, hány amerikai harcolt melletted, s mennyi maradt otthon? Senki sem maradt otthon, csak a nyomorékok, mordult az óbester. Ugyanakkor pedig, amikor te életedet adtad Amerika szabadságáért, szabad nemzet volt-e a magyar? Firtatta tovább Gábriel. Osztrák alatt raboskodott, vallotta be keserűen az óbester. Akkor pedig, hogyan lehet az, tette föl a kérdést Gábriel, hogy te mégis az amerikai szabadságért harcoltál, s nem a magyar szabadságért? Kovács óbester lehajtotta a fejét. Néhány pillanatig csönd volt, aztán halkan mondta. Fáradt volt akkor a magyar nép. Fásult és közönös. Nem akart harcolni. Na most, fiam, fordult Gábriel újra a legény felé. Erre felej. Hányan harcoltatok ti a Muszka ellen Budapest utcáin? A fiú megvonta a vállát. Hasze, lehettünk 1000-en. 10 000-en is, mit tudom én? 20 000-en?
30 000? Lehet az is, bólintott a gyerek. 9 millió magyarból. 30 000? Csóválta Gábriel a fejét. Mit csinált az alatt a többi? A fiú zavartan vonogatta a vállát. Azt én honnan tudjam? Ti, Kárpátok hősei, hol volt a többi magyar, amikor ti életeteket adtátok a határok védelmében? Csattogott Gábriel szájából a kérdés. Hol volt a többi magyar? Rákóczi talpasai, Zrínyi Miklós, s ti többiek, erre feleljetek. Hol volt a többi magyar, míg ti a véreteket omtottátok? Tán nem otthonába bújva várta óvatosan, hogy kiverekszitek-e számukra a szabadságot, vagy sem? A magyarok lehajtották a fejüket. Csönd volt, mély csönd. Aztán Gábriel megszólalt újra, szelídebben. Valamit meg kell ám tanuljatok, ti magyarok. A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna. Meghalni érte dicsőség az igaz. Azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni? Valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte. De megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tudám éretten, napról napra, kemény munkával és tiszta becsülettel. Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kényelemből még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön, és nem is fog soha. Eszetekben tartsátok hát ezt, s gondoljátok meg jól a jövendőben, mielőtt újra megbotránkoztatjátok béketlenségetekkel az egeknek igazságos urát. Most pedig szedjétek rendbe magatokat szaporán, hogy a díszmenet elindulhasson. Csönd volt a szavai után, senki sem mozdult. Aztán a magyarok tömegéből előlépett egy szikár, izzó szemű lélek. Petőfi Sándor. Nagyságos főparancsnok úr, kezdte el, s a hangjában annyi volt a szomorúság, hogy a térség körül ácsorgó kicsi angyalok szeméből menten kicsordult a könny. Tudjuk mi jól, hogy igazság van minden szavadban, amit kimondtál. Csak az a nép nem szabad, mely nem érett még lélekben sem a szabadságra. Tudjuk mi ezt. Éppen ezért fáj olyan nagyon, hogy a mi nemzetünk odalent a földön még mindig ilyen kettéhasat életet él. Fele kuruc, fele labbanc. Fele keletnek fordul, fele nyugatnak. Fele hős, fele áruló, fele éber, fele alszik. Tudjuk mi ezt, Gábriel? Nem az Úr hibája, ami odalent történik. Nem a mennyei seregeké, még csak nem is az idegen nemzeteké, hanem a mi népünké egyedül. Mégis, uram, nép még annyit nem szenvedett a földön, mint a mi rongyos, kifosztott magyar népünk. Éppen ezért, nagyságos főparancsnok úr, ha már egyebet nem is tehetünk, engedd meg nekünk, hogy ne viseljük az aranyos díszruhát. Fáj nekünk az aranyos mennyei pompa, Gábriel, tudva azt, hogy népünk odalent rabláncokat és rongyokat visel. Rongyos népfiait rongy illeti meg ide fönt is. Engedd meg hát, hogy mindaddig, míg a magyar nép rabságban sínlődik, rongyokat viseljünk mi is. Hadd lássa az Úr, az égi seregek, hogy bár annyiszor adta életét a magyar nemzetért, talyánért, francúzért, mindenkiért,
világkoldusa mégis, magára hagyott nemzet, akiről mindenki megfeledkezett. Míg véres rongy a mi népünk viselete, véres rongy legyen a mi díszruhánk is idefönt az égbe. Akkora csönd volt a szavai után, hogy még a könnyek percegését is hallani lehetett. Gabriel bólintott, némán. Aztán elfordult, talán, hogy kitöröljön egy könycseppet a saját szeméből is. Ez történt tehát azon a napon, mikor több mint 2 órás késedelem után a díszmenet végre felvonult az úrszíne elé, s a csillogó aranyruhás hősök mögött föltűnt a magyarok rongyos serege, trónusáról fölemelkedett az úr, s vele együtt fölálltak az összes szentek és angyalok. A mennyeknek birodalma így tisztelgett, némán a rongyos magyarok előtt. Tervbe nem illő székely. Ne tégy bolondot, esvány, óvták társai. Veszted be így. De esvánnyal nem lehetett szót érteni. Makacs volt benne az elhatározás, akár csak tuskóban a bog. Már pedig én megyek, mondta ki keményen, s vállára lökte a baltát. Ez, ami itt van, sem testömnek, sem lelkömnek nem kívánatos. Hogy a rabmunkás élet ott a csíki hegyek között nem rejtett kívánatosságot esvány számára, azt senki tőle zokon nem vehette. Dönteni a fát látástól vakulásig fönt, a baj kiáltó oldalában, fegyveres őrök ügyelete alatt, híglevesen élni fizetség nélkül, koszos deszkabódéban hálni rohadt szalmán, akár a bitang marha. Nem emberhez illő foglalatosság volt, s még kevésbé székelyhez. Azonban a szökés még ennél is rosszabbnak látszott, mert aki megpróbálta, eddig mind rajta veszett. Volt, akit félholtra vertve hoztak vissza napok múltával az olából sevikok, s volt, akit vissza se hoztak, csak a híre jött meg, hogy miként taposták ki belőle a lelket valamelyik véres padlójú vallató pincében. De esvány mindezzel nem törődött már, szándéka megérett, s rábízta az egészet úgy, ahogy volt, az Úristenre. Vállára kapta a hosszú nyelű baltát, s állával odabiccentett a társainak. Egyszer még visszagyüvek, mondta. Addig, Isten. Azzal lassú, nyugodt járással elindult B a fák közé, mint aki csak mókust akar látni, egyebet semmit. A többiek csak éppen oda néztek, s döngették tovább a fát. Odább az őr kényelmesen terpeszkedett egy kidöntött fatörzsön, mellette a puskája, s szivarozott. Maga hová megyen? Kiáltott esvány után, de a székely csak a fejét fordította vissza, a lába meg sem állott. Amerikába! Üzen valamit, elvtárs úr, Eisenhowernak! S már eresztette is meg a nadrág szíját, mint aki valójában még ennél is fontosabb dologra készül. Az őrnek tetszett is a tréfa, s röhögött. Mondja meg neki, hogy csirkepaprikással, s táncos lányokkal várjon, amikor bévonulok majd a házába, a vörös hadsereggel. Fenekedett. Megmondom, elvtárs úr, bólintott esvány, s belépett a fák közé. Aztán egyetlen rántással megszorította a nadrág szíját megint, s vette az irányt a sűrűségen át egyenest föl a gerincnek.
nappal aludt, s éjszaka utazott, akár a vatkan. Mikor a csíki hegyek kifogytak a lába alól, baltája élével kiásott egy arasznyi kis fenyőcskét, kevéske földdel zöld moha közé kötözte, nyírfakéreggel körülgusozta, s ügyelve bétette zekéje zsebébe. Aztán csak ment tovább, amerre a hegyek vezették, napnyugat felé. Másfél esztendő múltával Amerika földjére borította ki egy kivándorlóhajó. Mikor újra száraz földet érzett a lába alatt, megállt. Visszafordult a víz felé, s hátra billentette a kalapot. No, Isten, mondotta, ez idáig jól elvégeztük együtt. Most már a többit itten elvégzem valahogy magamtól is. Te, uram, csak éppen annyit tarts észbe, hogy visszafelé is át lehessen ladikolni egyszer ezen a ménkű nagy óperenciás tengeren. De kár volt elbízni a magát, mert alig lépett néhányat az új földön, már is megakasztották a vámosok. Nem mintha annyi sok csomagja lett volna, hiszen egyebese volt csak a hűséges baltája meg a csíki fenyő. Ez azonban már cserében volt akkor, s a jó gondozástól két akkorára nőtt. Ezen a cserepen akadt meg a vámosok szeme, s mert szót érteni nem tudtak esvánnyal, hát kiterítették gyorsan, hogy magyar. S találtak egyet, aki beszéljen vele. Azt akarják tudni, hogy mi van ebben a cserében, fordította át a vámosok szavát a magyarul beszélő. Szeláthassák, ha van szemük, méltatlankodott a székely. Hol van a többi csomagja, akarta az idegen tudni. Nem elég ez egy embernek? Nem vagyok én cigány, hogy batyúval járjak. Végül is a vámosok fogták a cserepet, s elkezdték kirázni belőle a földet a fenyőcskével együtt. De már erre fölkapta esvány is a baltát. De a keservit ahhoz ne nyúljanak, mondja meg nekik, mert én bizony megsújtom őket, meg én. Gyémántot keresnek, magyarázt az amerikás magyar. Gyémántot? Szörnyett el esvány. Azt hiszik ezek, hogy bolond vagyok én? Nem azért hoztam magammal tova csíkból ezt a fácskát, hogy kavicsot rágassak a gyökereivel? Gané van abban, nem gyémánt, mondja meg nekik. Mi a szemük világa? De hiába volt minden szószaporítás, a fináncok kiöntötték a földet a cserépből, s úgy morzsolgatták szét az ujjuk között minden kis rögét. Fekete lett a kezük tőle, egyebet azonban nem találtak. Bolondok ezek, morogta esvány, mi alatt gondosan visszaplántálta a megcsúfolt fenyőcskét a cserépbe. Ha gyémántok bujkálnának abban a földben, ahonnan én ezt vettem, ki a fene jönne pénzt keresni Amerikába? A vízcsapnál még megöntözte ügyesen a bajt látott fenyőcskét, s kezében a cseréppel, hóna alatt a hosszú nyelű baltával nekiindult Amerikának. Addig hánytorgott, mint a porba esett féreg, míg végül is Washington városában kapott munkát egy kertésznél, aki éppen ilyen földhöz értő embert keresett az ásó nyele mellé. Alig ismerte ki a járást a ménkű nagy városban esvány, amikor egy szabad vasárnapján fogta a kicsi cserepet a fenyőcskével, vállára lökött egy hányódó ásót, s beballagott egyenest a város közepibe, ahol a hatalmas, fehér kőből épült országháza áll, melyben a világ dolgairól tanácskoznak Amerika urai. Ott aztán, éppen a nagykapuval szemben a zöld gyep kezepén,
letette a cserepet a földre, megpökte a markát, és elkezdett gödröt ásni. Még el sem készült vele tisztességesen, s már is két egyenruhás ember sűrűsödött köréje égtelen lármával. Ne te ne, csodálkozott el Esvány. Hát nektek mi bajotok van? Szenem lopom én el a palotát? Mivel hogy a szavát megérteni nem tudták, nagy sietve előkerítettek egy tolmácsot az egyenruhások, aki magyarul adta tudtára Esványnak, hogy likatásni tilos az országháza előtt. Szenem marad itt lik, vigasztalta meg Esvány a tolmácsot, ehelyt a fa, mit beléje teszek. De az egyenruhásoknak ez nem tetszett. Fát nem szabad ültetni, szigorodott a tolmács. Nem-e? Csodálkozott a székely. Hát akkor azok hogyan kerültek ide? S körülmutatott a parkot szegélyező díszfákra. Tám mindenik miatt dutyiba tettek valakit? Az más, próbálta magyarázni a tolmács, de ide nem lehet fát ültetni. Miért nem? Mert nem illik a tervbe, rántotta meg a tolmács a vállát, azt mondják ezek. Erre már Esvány is kiegyenesedett. Beütötte az ásót, maga elé a földbe, keményes, egyenest a tolmács szeme közé nézett. Hát akkor kérdezze meg tőlük, testvér, hogy én beleillek-e a tervbe, s az én népem odahaza Székelyföldön, kit kommunisták terelnek, mint a barmok, s oláok ölnek meg, gyaláznak nap-nap után, beleillenek-e a tervbe. S ez az egész elrontott, megveszekedett világ belé illik-e valamiféle tervbe, a keservüket, ezt kérdezze meg tőlük. Véletlenül egy szenátor jött arra, meglátta a csoportosulást, odament. Mikor a tolmács előadta neki, hogy miket kérdezett Esvány, a szenátor sóhajtott. Ennek az embernek igaza van, mondta ki a szót. Hadd ültesse ide a fáját, majd én felelek érte. Ez a legkevesebb, amivel tartozik neki ez az ország. Így aztán Esvány beültette a kicsi székelyfenyőt a nyers fekete amerikai földbe, pontosan az országház kapujával szemközt. Meg is öntözte gondosan. Ne fenyő, a többi a te dolgod, mondta, amikor elkészült. Gyűjjön, testvér, ígyunk rá egyet. Azzal elindultak kettesbe a tolmáccsal a legközelebbi vendéglő felé. Fenyővizet, hé! Koppantotta meg ásója nyelével az amerikai korcsmáros asztalát. Esvány, de kiderült, hogy az ilyen emberbe való italnak hírét se hallák oda át. Hát, legyen serital, ha már elvesztettük volt a háborút, nyugodott bele a megváltoztathatatlanba. Az első pohár után megkérdezte a tolmács. Maga hova valósi földi? Én csak ide, Csíkból. S maga? Nyíregyházáról, vallotta be az amerikás magyar. Nem szégyen az se, vigasztalta meg Esvány. A harmadik pohár után hirtelen eszébe jutott valami. Nocsak, valamit el ne feledjünk. Papírosa meg pennája van-e? Volt a tolmácsnak, az is a zsebében. Akkor hát érje, amit mondok, rendelkezett Esvány. De amerikaiul ám, hogy meg is értsék. Tekintetes Eisenhower elnök úrnak Washingtonba. Leírta? Ez lesz a cím. Most pedig gyűn az üzenet, mit magamra vállaltam eljövetelemkor. Maga csak írja. Tekintetős elnök úr, megkövetem alásan, de ígéretet tettem volt, Bunyecskó elvtársnak, aki piszok szemét kommunista őrségbeli ember a munkatáborban, tova a Bajkáltó alatt, hogy átadom elnök úrnak azt, amit ő kelme üzent.
vagyis hogy tessék őt, csirkepaprikással és táncoló nőszemélyekkel várni. Amikor majd idegyűn a többi kommunistákkal, hogy elfoglalja az elnök úr házát. Amihez még nekünk is lesz néhány szavunk, tedd ezt hozzá, testvér, azt is, hogyha én még csak egyszer, egyetlen egyszer ebben a búbafacsart világba rátehetem a kezemet arra a bunyecskukúrra, hát a temetési költségeket levonhassák a keresetemből. S tiszteltetem az elnök urat, én, Székelyesvány. A csirkepaprikás és egyéb szavak körül volt ugyan egy kis baj, de azért elkészült a levél. Bélyeget is adott hozzá a korcsmáros, ezzel is megvónánk hát, sóhajtott föl megkönnyebbülten Esvány, s kiitta a negyedik pohár seritalt is. S most mi következik? Kíváncsiskodott a nyíregyházi magyar. Elszen, megvárjuk, míg a fenyőfa felnő, mondta ki Esvány a törvényt. Azzal kifizette a korcsmárost, vállára lökte az ásót, s elindult vissza a kertészhez, hogy belekezdjen a várakozásba. Valaki vár a parton. A nagy folyam árja törött deszkát sodor, hervatvirágot, döglött patkányt, lyukas kalapot, holttestet és gazdátlan edényt, amit az emberi világ kivet magából. Romot takar, halált, hazugságot, szerelmes levél tépet foszlányát, ágyucsövet, viszi, viszi, a szennyet megállás nélkül. Takarít. Olyan, mint az idő. Német halász vesződik a hálóval. Kihajlik a csolnakból, izzad, káromkodik. Egyedül van. És az elba fortéos megsodorja a hálót. Csavargó áll a parton, és nézi. Mezítláb van, pedig a nyár már eltelt. Rongyos a ruhája, kalapja nincs, a vak is láthatja, hogy csak olyan hazátlan jöttment. A halász megunja a vesződést a vízzel. A kötél egyik végét kidobja a partra. Fogd meg, hé! Kiáltja oda a csavargónak. A csavargó oda cammog és fölveszi a kidobott kötelet. Vizes, nehéz, de jó vízszaga van. Húzd fölfelé víz ellen! Kiáltja, s evezni kezd, hogy feszüljön a háló. Az nem lesz jó, mondja a csavargó. Mi nem jó? Víz ellen. Miért? Mert lemenőben a nap. A halász az égre bámul, aztán a csavargóra. Vízmentiben gondolod? Úgy hát, víz ellen van most a hal. A halász fordít egyet a csolnokon, s húzzák a hálót a vízmentiben. A halász a csolnokból, a csavargó a parton. Nádas közeledik, a halász berántja a csolnok orrát, és kiköt. Húzzák a hálót, fehéren csillan egy-egy ilyet hal hasa. Összép, összép, ijedezik a halász, ne féljen, nyugtatja meg a csavargó. S szakértelemmel fogja össze a szárnyakat, mint aki egyebet se tett az életében. A háló zsákja kiveti a halakat a csolnokba. Sokféle van. A halász dobálja őket, a csavargó nézi. Hol tanultad? Kérdi a halász, amikor végzett a munkával. Odahaza. Miféle vagy? Magyar. Magyar halász? Nem. Magyar író. A halász néz. Mered a szeme, még a sapkát is följebb böki a homlokán. Olyan, aki könyvet csinál. Olyan. A német halász csóválja a fejét, néz. Ma nem kenyér a könyv. Nem. Miért nem? Mert ma nem kell az igazság. A halász elgondolkodik.
S maga az igazságról írta azokat a könyveket? Most már magázza, már nem bajtárs, többé a csavargó, már idegen. Az vállat von. Aki író, az nem tud egyebet, csak az igazságot. A halász megcsóválja a fejét. Aztán most mit csinál? Várok. Mire? Hogy fölvegyen egy hajó, amelyiknek igazság van írva az orrára. A halász leveszi a sapkáját, megtörli tenyerével izzadt fejét, aztán fölnéz az égre. Sóhajt. Kedves uram, olyan hajó nincsen. Addig várok, amíg lesz, feleli a másik türelmesen. S közben mit csinál? Kőbe vésem, amit láttam. A kő megmarad, s én vagyok a szemtanú. A halász babrál a halak között. Kezébe vesz egyet, nézi, kidobja a partra. Kezébe vesz egy nagyobbat, kidobja azt is. Aztán még egyet. Családja van. Akit szeret az Isten, annak ad. Felelt a csavargó. Engem szeret. Hány gyerek? 5. A halász tovább turkál a halak között. Kivesz 5 nagyobb bacskát, kidobja azokat is a partra. Aztán nem segíti magát senki. Kérdi szinte ellenségesen. Azok bár, akiknek az igazságáról ír. Dehogy is nem. Az Isten. Az ő igazságáról írok. Más igazság nincs. A halász szemére húzza a sapkát. Mondana még valamit, de hallgat. Aztán én ott lakom a malom alatt, morogja, s néha eljöhet segíteni, mert ért hozzá, látom. Azt a hajót az igazsággal várhatja, míg megöregszik. Azzal lök egyet az evezővel, s már el is kapja a csolnokot, a víz már viszi is. Már nem is látszik belőle semmi, mert elfödi a nádas. A csavargó pedig áll a parton, nézi a halakat, s arra gondol, ma jól lakik a család, s arra gondol, lám az Isten. Áll a parton, mezit láb, pedig már eltelt a nyár, nézi a vizet, és mosolyog. A nagy folyam pedig sodorja tovább a törött deszkát, hervat virágot, döglött patkányt, lyukas kalapot, holtestet, s viszi, hordja, megállás nélkül az emberiség szennyét. Olyan, mint az idő. Vége. Vas Albert, valaki tévedett, elbeszélések 1945-1950.